Itt vagyunk a frankfurti reptéren, és hamarosan beszállunk a világ legnagyobb utasszállító repülőgépébe, az Airbus A380-asba, ami kétszintes, hát légitársaságtól függően 500, akár 800 ember szállítására is alkalmas. A kínai légitársaság az összes első osztályú és üzleti osztályú üléseket kivette, csak turista osztály van, ezért 800 ember fér el rajta. Mi a német nemzeti légitársaság gépével utazunk. A második emeleten fogunk utazni. Hamarosan kezdődik a beszállás. Az út körülbelül 13,5 órát vesz igénybe. A gépről majd mutatok belülről a képeket, videókat, és megmutatom majd, hogy milyen az ellátás. Sok idő, mire beszállunk amúgy. Ráérünk, 13,5 óránk van, úgyhogy igazából ráérünk, odaérünk. Teljesen mindegy, most akkor szállunk fel, amikor érkezünk, az a lényeg, hogy ott legyünk. Jöjjön egy kis technikai körbevezetés. Tehát ez a típus, ami most ülünk, ez az Airbus A380-800-as. És jöjjön egy kis puska innen az újságból. Itt mindenféle információ megtalálható a repülőgépről. Azt mondja, hogy a német nemzeti légitársaságnak 14 ilyen leasingelt példánya van. A hossza 72,7 méteres, a szárny távolsága pedig 79,8 méter, magyarul majdnem 80 méter széles a repülőgép, a magassága pedig 24,1 méteres. A legmagasabb csúcssebesség az 907 km per óra, a max felszálló súly, pedig 560 ezer kg, tehát ezzel... 560 tonna. Igen, tehát igen, 560 ezer kilogramm, ez 560 tonna. Tehát ez a maximum súly, tömeg, súly, amivel a repülőgép még fel tud szállni. Hát szerintem ebből a mélyből röndő nyomja így a felét. Igen. A leghosszabb távolság, amit önerőből meg tud tenni, ez pedig 12 ezer kilométer. Ez a gép egyébként nem arra való, hogy nagyon nagy távolságot tegyen meg, hanem inkább arra, hogy rövidebb távolságot, viszont sokkal több emberrel és sokkal nagyobb súllyal azt megtenni. Nagyon-nagyon lassan rugaszkodik el a földtől, és elég lassan száll fel, ami így hát kicsit félelmetes, mert a kis gépeken az ember hozzászokik ahhoz, hogy így elsprintel a gép, ezt is felszáll, és az ember már magasban van. Hát ez ő elég lassú. Annyit el tudok mondani a szolgáltatásról, hogy a szingapúri légitársággal összehasonlítva utol se éri azt a színvonalat, amit ők tudtak biztosítani. Az ebéd egyébként finom volt, ilyen marha pörkölt volt, tört krumplival, meg egy kis salátával. Egyébként az Airbus A380-as első útja a Szingapúrból Sydneybe vezetett 2007-ben. Mostani Frankfurt-San Francisco járat is viszonylag különleges. Európában a Lufthansa volt az első, aki repült az A380-assal, mégpedig Frankfurtból San Francisco, úgyhogy egy legendás útvonalat járunk most be. Hihetetlen ez a lépcső. Na menjünk vissza, hogyha nem fognak ránk nagyon mérgesek lenni. Ez a nagy kiruccanás pedig azért van, mert 6 év Finnországban élés után én és most már drága férjem úgy döntöttünk, hogy szerencsét fogunk próbálni Új-Zélandon. Erről majd egy kicsit később szeretnék beszélni. A lényeg az, hogy a tegnapi nap folyamán indultunk Kapsáról, az én szülővárosomból. Frankfurtban este megszálltunk, és ma reggel indultunk a San Franciscóba.
Ma este a San Francisco idő szerint valamikor 12:30 körül fogunk odaérni, tehát igazából ez a nap nekünk nagyon hosszú lesz, remélem, hogy ilyen csatlakó nem lesz. És hát ma este kedves drága unoka testvéreméknél fogunk megszállni, ahonnan pedig majd hétfő reggel fogunk tovább indulni Los Angeles felé. Addig pedig felfedezzük San Franciscót, tehát előjáróban ennyit.